vasárnap az egyházunk azért gyűl össze, hogy ünnepelje azt a Jézus Krisztust, aki az emberi élet értelmét adta meg. Azt a Jézus Krisztus, aki azt akarta, hogy őt kövessük. És a szentmisében az ige, a szó, a szavak szintjén üzen nekünk valamit mindig, és az oltáron majd fogadni önmagát a szentségben. Mit üzen ma ez a vasárnap nekünk? Mit akar az egyházunk, egyházunkon keresztül Isten üzenni a szóval, amit a szentelési szakaszok számunkra fölvázoltak? Az első olvasmány szerintem életében már egyszer mindenki hallotta, fogadni mernék, még a legkisebb is. Hol játszódik le? Ki figyelt? Valaki figyelte az első olvasmányt? Hol játszódik Mózes első könyvéből az első ember és felesége? Hol lehetett? Ki meri bátran vállalni? Hol játszódik az esemény? Na, nem merjük vállalni. Ádám és Éva hol volt az első ember? Hát a paradicsomban nem merjük, nem merjük elég bátran, pedig biztos vagyok, hogy mindenki hallotta legalább egyszer, itt órára járunk, és elég az elején ezt el szoktuk mondani az ember teremtésénél a bűnbeesésnek a történetét. Hogy mi történt, most nem kezdjük el, mert biztosan mindenki emlékszik rá, hogy arra a bizonyos fáról lettek az emberek, és ugye mit csináltak utána? Hát Isten kereste Ádámot, az első embert, a férfit, és azt mondja, hogy elmúltam, mert úgy érzem, hogy hallottam, hogy jössz, és hát vezetlenem vagyok, ezért elrejtőztem. És azt mondja az Atya Isten, hogy de ezt ki mondta neked? Honnan tudod te azt, hogy te mesztelen vagy, és ezért neked szégyenled kell magadat? Nyilván ez a bűnnek a következménye, hogy elszakadt, eltért az Istentől az ember, ön maga saját útját akarta járni, és mit csinál Ádám? Azt mondja, hogy ő utó. Rákente az asszonyra. De még volt mit, mert, bocsánat, de nyilvánvaló ezt is mondhatjuk, mert hát tudjuk azt, hogy először ugye nyilván a gonosz, mint olyan, hogy a kígyó képében azt mondta Évának, hogy egyik arra a fáról, mert ha ezzel akkor mi lesz veled? Olyan leszek, mint az Isten. És az asszony gondolta, hogy hát jó néz ki az a gyümölcs, ehető, bio, gondolom, és evett belőle. Nyilván ezt a gyerekeknek a szintjén mondjuk, hogy nyilván ez volt a bűnök, ugye, de tudjuk felnőttek, hogy a Szentírás nem szó szerint kell venni, hanem komolyan. És ha komolyan veszük a Szentírást, tudjuk, hogy ez a történet egy ilyen kvázi mesével ágyazott történet. A lényeg az, hogy az első ember a gonosznak a kísértésére elindult a bűnnek az útján. És ebben az első azért mindenképpen üzenet értékű, hogy igen, azóta is az emberiség nem akarja elismerni a bűnét, a hibáját, hanem rákenni a másikra, ő mondta, ez legegyszerű. És ő még tovább vagy, őt meg a sátán szedte rá. Nem volt kötelező. Istennek a barátságát élvezve, a szabadságában sajnos az ember saját fejem után ment. És azóta is ezt teszi újból és újból.